indul a péntek, hazamenős péntek. 9 órás pihenőidőm letelt. Mindenki lódulok, aztán indulunk tovább. Visszatérünk a 45-re, irány Frankfurt, és akkor onnan pedig a 3-as számú pályán 9-esig, és onnan München, Salzburgra lesz a végcél. Ha eljutok odáig, minden rendben megy, remélem így lesz, és akkor nem lesz semmi probléma. Sötét van még elég rendesen, 2 óra 40 perc van. Magamtól keltem, kipihentem magam, aztán most hajrá. 5 óra 30 perc van, megérkeztünk az útvonalhoz. 45-öt elhagytuk, rákanyarodtunk a 3-asra, és ezen kell most megtennünk 115 km-t egészen Nürnbergig, bocsánat, majdnem Regensburgot mondta. Nürnbergig, és Nürnbergnél aztán fordulunk rá a 9-es számú pályára, ahonnan aztán támadjuk majd Münchent, és megpróbáljuk legyűrni, aztán irány Salzburg, ahol aztán ott a határ környékén majd félreállok, és ott zárom a napot, zárom a hetet. Elmegyek egy bicikkát haza, most állnak meg majd visszajövök. De most egyelőre már itt az új hídon megyünk át Duisburgnál. És még majd előtte ki fogok állni egy kicsit. Most nem sokára kiállok, majd egy 15-ösre megreggelizem. És aztán meg majd megyünk tovább, és akkor meg készállok, majd még egy kiállok egy 30-ra. Hogy aztán teli idővel kezdjem a második etapot. És azzal már reményeim szerint el kell, hogy érjük Salzburgot. Tehát meglátjuk majd, hogy mi jön belőle össze, most egyelőre bújunk be az alagútba. Itt jobbra pedig a régi út, amin még régebben jártunk. Nekem azzal sem volt semmi bajom. Ha itt nevezettük pihenőhelyhez értünk, ahol én bemegyek, úgy döntöttem, ugye itt töltjük el a 15 percünket reggelivel, és akkor utána majd szépen megyünk tovább. Hát már ha nem indulnak még már a kollégák, mert ó, drága kenyér. Érdemes balra tartani. Hát előtt meg is állódok, én nem megyek tovább. Vagy? Tartsunk balra, az jó lesz. Tartsunk balra, az jó. Vagy. Majd egyet tarts szem előtt, légy szíves, amikor útvonal terve. Újra tervezés. Balra megyünk. Sokat ülsz autóban? Én félreállok, aztán már jók is vagyunk. Oly, de szuper helyünk van itt. Egyne. Megpihenünk egy 15-ösre. Pihenő letelt. Mehetünk is szépen tovább.
ide a hármasra, megteszünk még rajta 90 km Nürnbergig, ahol aztán majd fordulunk rá 90. Érkeztünk a hármason, a 3-as 9-es kereszteződéseig, és itt most mi balra tartunk, hogy a 9-esen folytatásunk tovább az utat. Tessék belenézni a bal oldali tükörbe, arra kell tartani. Ha nem Szubernek megyünk, hanem Münchennek, úgy Salzburgnak, így most irány München felé 9-esen. 4 óra 16-os vezetési idővel vagyok, úgyhogy itt lesz mindjárt nem sokára egy, hát kettő is lesz, de az elsőben rögtön be is csapok egy pihenőhely, és ott megpróbáljuk eltölteni a maradék 30 percet. Ha nem, akkor megyek tovább még egyet, mert itt a feúti pihenőhely is, az egy nagyobb, és még talán azt is elérem vastagon. Megyünk most itt, aztán hát itt lesz mindjárt pihenőhely, mi is állok egyből. Hát érkezünk ide a Brunn nevezetű pihenőhelyhez. 500 méter, de kicsapok, megnézzük, hogy van-e hely. Ha van hely, akkor megállok, ha nem, akkor még tovább tudok menni a feúttig. Ez itt már 8 km, hát 4 óra 20-assal vagyok. Jó lenne, hogy még lenne hely, és akkor nem kell izgulnom, hogy a feúttig elérek-e. Megállok megint mögöttük, arra a fél órácskára, de ha van szák, akkor beállok. Úgy néz ki, van, úgyhogy van hely rogyásig. Jók vagyunk. Próbálok ide. Hát, van előrébb. Ide pole pozícióba szépen betesszük, aztán egy fél órát itt eltöltünk. Térünk szépen a 9-esre, irány München felé. Beleolvadunk itt a forgalomba. Már robogatunk is. Érkeztünk a szétválasztónál a visszafelé oldalra, csodálatos panorámával. Már amennyi látszik itt a Brunnból. Robogunk itt a 9-esen még 90 km-t, aztán elérjük minden környékét. Onnan még aztán a 99-en kéne 29-et megtenni. Hát egy 2 óra 50-re vagyok a Salzburgi határtól. Onnan fogok majd hazamenni, még most megy a Tiritoli, hogy hogyan, Lambakba vagy Szentvegybe. Még látszik gyönyörűen a panoráma. Másszuk meg a hegyet, majd jön. 9-esen eljutottunk a 99-es München elkerülő ringig. Ott látszik már az Allianz Arena-nak a teteje. Ott megyünk el mellette, mindjárt húzódunk jobbra, és csavarodunk rá a 99-re, ami meg kell tennünk 29 km-t, hogy aztán rácsüljünk a 8-as számú pályára, és azon robogunk tovább, Salzburg felé. 15 fok van, 9 óra 40 perc, és hát már hegyeződik a baj, tehát már alakul a történet. Már van egy kis minyúgy, egy kis torlódás, majd meglátjuk, remélem átvészeljük. Hát plusz egy órán van vezetési időben. Ugye
mondtam el, hogy teli idővel jövök, és 3:30-at írt a navigáció. Hát itt ugye az útfelújítások miatt biztos, hogy lesz egy kis megtorpanás, de szerintem nem lesz veszélyes, túljutunk rajta, és akkor remélem sikeresen landolunk. Salzburgnál. Na hát itt van jobbra az Allianz Arena. Mi pedig állunk bele itt egy kicsit a tauba. Na itt látszik fölülről egy kicsit a minden bajok forrása. Ez az útépítés zajlik éppen, és a két betorkoló út hát gyakorlatilag kétszer két sávot nem győzi elnyelni. Ugye hát ez nyilván egy szélesebb út lesz majd, hogyha elkészül, meg talán az is volt, és addig nem is volt probléma. Most van egy kis fennakadás, de nem veszélyes, úgy látom azért folyamatos a haladás. Megyünk szépen, aztán meglátjuk, hogy mikorra merekedjük át rajta magunkat. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. 99-esen, hát simán végig tudtunk jönni. Egész picike kis megtorpanás volt, úgyhogy nagyon jól átjöttünk a 99-en végig. És most pedig elhagyjuk és rákanyarodunk a 8-es számpályára. A kedvenc sorozatom egyébként az Euréka. Na jó, csak gondoltam, hogy dumáljunk addig, megismerjük meg egymást. Euréka, szoktad nézni? Szerdánként volt, hát most egy darabig nincs. Szerdánként volt, este később. 116 kilométerünk van még a határig. Azt még gyorsan ledaráljuk, és akkor vége is a napnak, vége a hétnek. Mehetek haza. Vasárnap pedig majd jövök vissza este az autóhoz, és hétfőn folytatjuk tovább a túrát. Most már érkezünk itt a gyönyörű hegyek közé. Távolban már látszik, nagyon szép jön az idő. Kereszteződéséhez, ez a 93-as, ez megy Innsbrucknak és Brennernek. Mi pedig itt balra tartva maradunk tovább a 8-ason, irány tovább Salzburg, és kiderült, hogy hogyan fogunk bejutni Lambachba. Jön egy kollega, egy autószállítós kollega, és ő fog engem fölvenni, és ő visz be Lambachba. Tartsunk balra, az jó. És akkor ő vele bemegyek ott, és akkor az 5 órási busszal pedig ő is, én is szépen elmegyünk haza. Vasárnap meg majd visszahoznak valahogy az autóhoz, és akkor így lehet megoldani a hazamenetet. Itt most röptetünk tovább. Nagyon szépen. Szép ez az út. Nagyon szép. Annó ide hoztam ki a lányokat, de túl sok mindent nem lehetett velük csinálni. Én nem tudom miért. Egyre inkább meggyőződöm arról, hogy az embernek jól kell ahhoz kinézni, hogy hagyjanak neki valamit csinálni. Valószínűleg ez így függ össze. Szokták mondani, hogy rámenőség. Én nagyon rámenős voltam, de hát szemüveges fiú ezt csak kétszer próbálja meg, aztán rájön arra, hogy erre egyszerűen nincs pénze. Megteszünk még 69 kilométert, és ott leszünk szaladni. Megettünk a hegytetőre, ahonnan gyönyörűen rálátni a tóra, melynek neve Kimzi. Aztán majd gurulunk szépen lefelé, aztán megyünk oda közel hozzá. Ott is majd megnézzük. Hol a legyen bátor? Előtti piros, 90-ben gurulok.
Szép tiszta időnk van egyébként. Már levegő tiszta. Odáretetős rész. Most a túloldalon vagyunk, nem tudom, hogy mennyi látszik belőle, de azért csak-csak. És aztán röptetünk tovább. Még 44 kilométerünk van, és aztán odaérünk a határhoz. Érkezünk a csodálatos hegyek elé. 7 kilométerre vagyunk a parkolóktól, a hétvégéző helyétől az autónak, meg ahonnan elvisznek az ötös Stalambagba. Fogunk még egy kicsinkát, aztán meg is érkezünk. Na, még egy kis hegynézés. Látszik, hogy hogy bevonzák a felhőket a hegyek. Ott fölötte aztán tornyos volna rendesen. Kilométer is megérkezünk a pihenőhelyhez. Úgy fest a dolog, hogy megérkezünk lassan a pihenőhelyhez. Itt már húzódtam is befelé. Beszéltem a kollégával, fölhívtam, és abban maradtunk, hogy itt fönn a felső részen szálkába beállok. Lesz hely valószínűleg. Jó, mert háttal vagyok a napnak, talán délutánra már. Bár talán mindegy is. Ide fősök régióba beállok. Köszönöm, ha ma is engem választottatok. Mindenkinek minden jót kívánok. Béke legyen veletek és szeretteitekkel. Holnap meg majd folytva, holnap hétfőn majd folytatjuk. Van hely rogyásig. Ide az egyikbe szépen beteszem magam, mondjuk ide. Elmegyek, még körülnézek arra a kutnál, hogy hát ha, netán esetleg. Vagy maradt még egy hely talán a szélén. Körülbelül középre. Szerintem már jól is vagyok. Úgyhogy a béke legyen veletek. Hétfőn meg majd folytatjuk innen. Sziasztok, minden jót kívánok mindenkinek. Jó egészséget. 8 órába csak ide értünk. Na kérem szépen, még annyi van, hogy elmentem oda, megnéztem. Úgyhogy átállok inkább oda, ott nagyobb, szélesebb szálkák vannak. Talán jobban elférnek majd tőlem. Úgyhogy annyit még megejtek, hogy
van ez a nagy plac, és akkor ide beállok. Van itt egy autószállító, és azt megnéztem, és akkor oda mellé beállok szépen. Itt egy jó kis, jó nagy parkoló gyakorlatilag. Itt van, mind a kettő közé szépen beteszem, vagy még egyel elrém. Aztán inkább ide a kettő közé beteszem, aztán itt lesz a hétvége. És itt jó lesz nekünk, ahogy gondolom. Itt sokkal nagyobbak ezek a szálkák, és jobban el lehet férni benne. Így nem is cifrázom, hogy jobban. Így jó, ahogy van. Na akkor most sziasztok!